Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre podcast. Kevés az olyan történet, ahol a szereplők 50 éves koruk felett döntik el, hogy országot váltanak, így azoknak, akik középkoruként gondolkoznak a kiköltözésen, nagyon hasznos és érdekes lesz Zsuzsa és Péter Pepe története. 9 éve, 50 felett kezdték el ízlelgetni, tervezgetni az országváltást, és 3 év alatt kristályosodott ki, hogy végül mi lesz a célország, és erről a folyamatról nagyon részletesen mesélnek, ez is sokaknak tanulságos lehet. Tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Én Papéter vagyok, Pepe, 61 éves, 3 éve lakom Portugáliában. Én pedig Bartók Zsuzsa vagyok, és hasonlóképpen 3 éve lakom Portugáliában. Én nagyon szeretek itt lenni. Pont ezen gondolkoztam valamelyik nap, hogy még akkor is, hogyha viszonylag kevés a kapcsolódásunk, de hogy én nagyon jól vagyok itt. Mentálisan mindenképpen. De jó. És ez azért is nagyon fontos, mert ritkán beszélgetek olyan emberekkel, akik túl az 50-en gondoltak egy nagyot, és váltottak országot, és pont itt kérdezte is egy ismerős a napokban, hogy van-e olyan, aki hasonló korban, mint amiben ő van, ment el másik országba, úgyhogy az ilyen szempontból is tök jó. Igen, én már 50 fölött voltam, amikor eldöntöttük ezt 9 évvel ezelőtt, hogy el fogunk költözni, akkor még nem tudtuk, hogy hová. Csak úgy döntöttünk, hogy elmegyünk Magyarországról, és aztán olyan 17-ben, tehát egy ilyen 3 év alatt kristályosodott ki, hogy Portugáliába szeretnénk menni, és aztán 18-ban tettünk komoly lépéseket, hogy ez meg is tudjon valósulni, és aztán 20-ban költöztünk ki. Az első komoly lépést azt 16-ban tettük meg. Szerintem azért az elég komoly lépés volt, hogy 16-ban eladtuk a mindenünket, házunkat. Illetve elkezdtük eladni, és aztán sikerült 18-ba, és aztán elköltöztünk Gödre. Ott béreltünk egy házikót 2 évig. És közben valóban 18-ban megvettük itt ezt a lakást Erisszéren. Még mielőtt Portugáliáról beszélünk, ennek oka volt, hogy így 50 éves korotok körül merült fel először, tehát így fiatalabb korotokban nem is éltetek külföldön, nem is terveztetek ilyesmit? Én 10 évvel ezelőtt gondolkodtam azon, hogy, illetve 2010-ben, hogy tök jó lenne országot váltani. Egyrészt hajtott a kíváncsiság is, mert én még soha nem éltem külföldön. Viszont azért húzódott ez el ennyire, mert hogy akkorra érett meg teljesen, illetve a gyerekek akkor voltak kamaszok, kiskamaszok, és ők nem szerettek volna jönni. És azért olyan őrületes nagy elhatározás nem volt bennünk, hogy mindent fölborítsunk az ő életüket is. És akkor úgy döntöttünk, hogy amikor majd a legkisebb leérettségizik, addigra előkészítünk mindent, és akkor eljövünk ketten. Mert hogy egyedül már tök egyszerű és kalandos is. Amikor elkezdtetek tervezgetni, és hogy körvonalazódott, hogy merre mennétek, milyen gondolatok, preferenciák mentén gondolkoztatok, mikor kerestétek a célországot? Még az előző kérdéshez, hogy nem laktunk hosszabb ideig külföldön, előtte korábban sose, és lehetne ezzel viccelni, hogy az ember kalandvágyból marad-e Magyarországon, vagy kalandvágyból megy-e külföldre. A külföld az sokkal kiszámíthatóbb bizonyos országokban, mint Magyarország, tehát öregségünkre lehet, hogy nyugodt helyet akartunk, ahol nem olyan kitéve minden nap valami őrültségnek. És egyébként, amikor elkezdtük nézni, akkor mind a 4 égtáj irányába gondolkodtunk, úgy furcsa, hogy kelet irányába is, de tehát nem Oroszország, meg nem Ukrajna volt akkor a fejünkben, hanem akár Távol-Kelet is megfordult a fejünkben. Aztán szűkítettük nagyjából Európára és Közel-Keletre és Észak-Afrikára. Egyrészt nagyon tetszett nekünk az, hogy például Skandináviában foglalkoznak egymással az emberek, meg a társadalom szemléletük, közösség szemléletük, csak ott nagyon hideg van, emiatt egy kicsit lekerül. Aztán a nyugatot nézzük, Ausztria, Németország, Anglia, Hollandia, ez a kör. Ezt úgy éreztük, hogy ez
klímailag sem, meg kulturálisan sem olyan nagyon nagy kihívás, ez nem olyan nagyon izgalmas más. És akkor maradt a földközi tengernek a medencéje, és akkor elkezdtünk azért ilyen listákat felállítani, hogy milyen preferenciáink vannak, és akkor ilyenek jöttek, hogy ne egy ilyen turista paradicsom legyen, ne egy ilyen üdülőtelep, de víz mellett legyen mindenképpen valami, tenger vagy óceán mellett legyen. Az hiányzott nekünk, már ugye Keszin is, meg Gödön is, közelben volt a Duna, ezt nagyon szerettük. Fontos volt, hogy legyen történelem, ne egy új város legyen, hanem ott legyen valami régi kapcsolódás is. Ne legyen nagyon kicsi, nagyon nagy. Zöld legyen a színe a környezetnek, tehát legyenek fák, füvek, nem egy ilyen sárga sivatag, mint néhány országnak a nagy része. Kaja az legyen szárazföldi is, meg tengeri is jó. Aztán néztük azt, hogy fél órán belül legyen egy nemzetközi repülőtér, hogyha mi menni akarunk gyerekekhez, vagy dolgozni, vagy bármi, akkor ne legyünk nagyon elzárva a világtól. És hát volt azért egy pár jó célpontunk, amit nézegettünk, de aztán látszott, hogy a budgetunk az például kilövi Tel Avivot, ami egyébként azt nagyon szerettük volna, meg jó célpont lett volna. A Riviera nagy része az kiesik, vagy infrastruktúra, vagy pénzügyi okok miatt. Barcelonát nézegettük, ott is kevés volt az, amit mi egy jó ingatlanért tudtunk volna tenni, akkor nézegettük egy darabig Észak-Spanyolországot, és Portugáliában voltak ismerőseink, barátaink, és ide jöttünk nyaralni is, itt meg volt valamennyi helyismeretünk, és ezt szerettük, de igazán ezt a helyet, ezt Zsuzsi találta egy ilyen második körös ingatlan keresésnél, ezt az Ericeira települést, és azt se tudtuk, hogy ez a világon van, de aztán nagyon beleszerettünk. De térképen találtam meg. És igazából azért, mert azt nem említetted a szempontok között, de van nekünk két kutyánk, két kiskutyánk, őket is hoztuk magunkkal, és fontos volt, hogy az ő komfortjuk is meglegyen, tudjuk őket sétáltatni, tudjanak szaladni, megmaradjon az erőlétük. És valóban, hogy azért a pénzért, amiért mi eladtuk a házunkat Dunakeszin, ahogy így fogalmaztam, ott Lisszabonban, mert első kör ez volt, Lisszabonban így Mici Mackó kunyhóját tudtuk volna megvenni, mert őrületesen magasak ott már az árak. És akkor mentem egyre északabbra, hogy mi az, ahol ez elfogadható, és így lett először. És amikor először megláttuk, ez a Úristen, tehát hogy én itt szeretnék, én innen egy tapottacsa, tehát legyek bármi, legyen bár, hogy én itt szeretnék, ez egy kis halászfalu, illetve város inkább, közvetlenül az óceán mellett, és ami még érdekesség, hogy rengeteg a szörfös, és rengeteg az expat, és rengeteg a fiatal. Tehát megvan ez a helyi, portugális, de azért a nemzetközi kapcsolódások is. Hogyan álltatok neki keresni? Mondtad, hogy a térképen szúrtad ki ezt a kis települést, de kiutaztatok, és megnéztétek, hogy hogyan hat rátok, milyen érzéseket kelt bennetek, vagy hogy volt? Mi ilyen megfontolásból elég rosszak vagyunk. Mi gyakorlatilag két alkalommal jöttünk ki, azt hiszem. Egyszer Lisszabon volt két nap, és két nap Ericeira összesen. Tehát ennyi időt töltöttünk azzal, hogy ezt megérezzük, megnézzük. Igen, tehát az volt a cél, hogy kijönünk és kipróbáljuk, de ha már itt vagyunk, akkor már szerveztünk egy néhány ingatlanos látogatást is, hogy ha mégis, akkor tudjuk, hogy miről beszélünk. És az első nap délelőttjén megtaláltuk azt, amelyikre aztán másnap tettünk egy ajánlatot. Úgyhogy tényleg nem nagyon húztuk az időt. Ott is így működik, mint Spanyolországban, Olaszországban, hogy ajánlatot kell tenni az ingatlanra? Nem. Hát meg volt hirdetve valahogy, egy valamekkora áron, és hát azért az alkunak az intézménye az nemzetközi. És akkor mi megmondtuk, hogy mi meg ennyit adnánk érte, tehát tényleg megnéztük a lakást, azt mondtuk, hogy itt el tudjuk képzelni, osztottunk, szoroztunk, és másnap találkoztunk a tulajdonossal, hogy egyébként mi ennyiért szívesen elvinnénk, és azt javasolta neki az ingatlanos is, hogy bólincson rá, mert ezzel jól jár. És akkor mind a ketten rábólítottunk, és mind a ketten jól jártunk.
Milyen érzés volt, hogy van egy ingatlanunk Portugáliában, az jó lehet. Hát utána még azért eltelt egy kis idő, 2,5 hónap, mire meglett az ingatlan, mert ott a szabályozás olyan Portugáliában, hogy ezt mind közjegyző előtt kell bonyolítani, és a magánszerződéseket is átvizsgálják, megnézik. Volt rajta jelzálog, tehát be kellett vonni a bankot is, hogy ők is ki legyenek fizetve. Tehát mire ezt így megszervezték, hogy ez működjön, az körülbelül 2,5 hónap volt, és akkor 18. augusztus 25-én a mafrai közjegyzőnél aláírtuk a papírokat, és akkor az nagyon érdekes érzés volt, hogy hoppa, a kulcs a miénk, és akkor bemehetünk ebbe a lakásba, és addig vagyunk itt, ameddig akarunk ezen az üdülőhelyen, mert innentől már miénk, és nem kell albérletet fizetni, meg Airbnb-t, meg ilyeneket, hogy ez nem. Nagyon izgalmas volt, hát egy kaland kezdete azt mondani. De Csuzsi, ugye belső építész, lakberendező, ő már egyből úgy ment oda, hogy mi lesz átalakítva, és melyik falak lesznek kiverve, és mi hogy lesz lefestve, tehát ő neki egy új játszótér nyílt. Pont ezzel. Ezt akar kérdezni, hogy kellett-e hozzányúlni, vagy átalakítottál? Kell, hát még folyamatban, tehát kellett, és kell. De izgalmas is, mert egy lakásfelújításból is meg lehet ismerni Portugáliát, illetve a portugál embereket. Mert amikor én dolgoztam, nekem fontos az, hogy tökéletes legyen, és rendben legyen, és eléged, és hibátlan legyen. Hát ebben is elég sokat kellett engedni. Illetve még az nekem fontos, hogy kiköltöztünk ide, és folyamatosan tanuljuk az alkalmazkodást. Illetve azt, hogy el lehet engedni dolgokat, vagy nem annyira fontosak a dolgok, vagy ragaszkodjunk, mert hogy ők úgy, jó lesz az úgy. Kicsit nem pont alatta van a lámpának a csap, de nem baj, majd egy kicsit arrébb toljuk. És tehát én számtalan ilyen, de hogy közben meg elképesztő kedvesek, mert nekem az első benyomásom a portugálokról egyébként az volt, ugye mi ezt egy weboldalon találtuk ezt a lakást, és eljött az eladónak az ingatlanosa. És az az ingatlanos, aki lebonyolította ezt az egész folyamatot, hogy mi meg tudtuk venni, ő utána ingyen és bérmentve végigjött velünk az egész folyamaton, de egészen odáig, hogy az adószámunkat megkaptuk, elintézett időpontokat, bankba elintézett időpontokat, hogy kell csinálnunk, hova kell mennünk, hogy a csillagos papírt azt megkapjuk. És mindezt ezt tényleg kedvességből, és azóta is kapunk tőle képeslapokat karácsonyra. Ez már ilyen barátság. Igen, barátság, de hogy nagyon fura ez, mert hogy azt gondoltuk, hogy itt majd úgy fogunk élni, mint otthon, hogy őt barátkozunk, meghívjuk őt, ő eljön, aztán mi átmegyünk, tehát hogy így össze egybefolyik, de hogy ezt mondjuk itt el lehet felejteni. Azzal együtt, hogy mi egyébként, ha találkozunk, és örül nekünk, és karácsonykor megemlékezünk ránk, és alapvetően lehet azt mondani, hogy az elején gondoskodott rólunk, és eljött hozzánk, elfogadta a meghívásunkat, utána így semmi. Tehát, hogy semmi nem volt. És utána derült ki, hogy ez így nem így működik. Tehát ők nagyrészt a lakásukba nem hívnak be idegeneket, kvázi idegeneket, vagy még talán barátokat se nagyon, kizárólag rokonokat. A barátokkal legfeljebb étterembe, kávézóba találkoznak. És ez a mi magyar, vagy a mi mentalitásunknak, ez teljesen fura meg idegen volt, de ezt nem megszoktuk. Tehát furcsa, hogy a szomszéddal van megbeszélni valónk, és pívom, jöjjön be, ügyem meg egy kávét, üljünk le egyáltalán. Nem, inkább beszélgetünk negyed órát a küszöbön, de nem lépi át a küszöböt, mert ő nem családtag. És az utcán megbeszélnek minden, de hogy a család meg a lakás az úgy nekik, az úgy szorosabb, mint nekünk. És nyilvános terében nagyon persze kedvesek, csak itt az elvárásunk volt más, tehát nem hibáztatjuk itt ebben őket, csak máshoz voltunk szokva, és ez ilyen furcsa volt. Otthon ti milyen élethelyzetben voltatok, amikor ez a költözés megtörtént, mit
dolgoztatok? Hát ezt mondta Pepe az előbb, hogy én lakberendezőként dolgozom még mindig, most is, otthon. Tehát én nem jártam be soha, teljesen önállóan dolgoztam, illetve egy barátnőmmel, kolléganőmmel, és aztán most tettem azért igazából lépéseket, hogy ez itt is kialakuljon. Tehát most már szeretnék itt is dolgozni. Én otthon egy szervezetfejlesztő cégnek a egyik tulajdonosanként, ugye társas vállalkozásban dolgozom, vagy dolgoztam, és még dolgozom is a kollégáimmal. Ez nem otthonról zajlott, általában az ügyfeleknél, meg nálunk az irodában, de az egyik legnagyobb félelmem az volt, hogy hogyan fogom elfogadtatni az ügyfelekkel azt, hogy távolról is lehet dolgozni. Na most a Covid ezt teljesen megoldotta, egy percet nem kellett erről beszélnem, és teljesen elfogadták az ügyfelek, hogy jó, hát akkor Pepe, akkor Teams-en van bent, meg nem tudom, valami más platformon, és ez működik. Az üzleti transfer, ha úgy tetszik, átköltözés, az nehezebben működik. Nagyon keveset tudunk az ottani üzleti környezetről, üzleti szokásokról, üzleti etiketről, hogyan működik, mit kell tudni, és ebben nehéz is hozzájuk férni, mert úgy tűnik, hogy azért eléggé védik a saját területüket. Tehát ezt az alapján mondom, hogy van ott nálunk Erisejrán egy ilyen inkubációs hely, ahol kisebb vállalkozásokat támogatnak. Ez nem áll tőlem szakmailag messze, és több körben írtam nekik különböző címekre, hogy én szívesen felvenném velük a kapcsolatot, hogy mit tudok segíteni. És hát annyi választ kaptam, mint te. Tehát ők köszönik, ma megvannak, nem kell más. Úgyhogy meg ez egy dió lesz, amit majd valahogy fel kell törnünk, hogy meg kell találjuk ennek a dolognak a kulcsát, de egyébként optimista vagyok ebben is, mert azért mindenben az idő, meg a mi kitartásunk, meg a mi pozitív hozzáállásunk, és azért egy csomó áttörést hozott ezekben a kapcsolatokban is. Tényleg nagyon jó kapcsolataink vannak azokkal, akik közvetlenül körülöttünk laknak, még akkor is, hogyha nem grillezünk együtt, de tudom, hogy abszolút számíthatunk rájuk mindenben. Nagyon segítőkészek és nagyon kedvesek velünk. Az itt meg az ottból arra következtetek, hogy Pepe, te most itthon vagy Magyarországon, Zsuzsi, te pedig. Igen. Most pillanatnyilag igen, most pont így van. De akkor így a munka miatt jártok haza, tehát sokat utaztok, úgy sejtem, így a két ország között. Időnként sokat, máskor kevésbé. Tehát utazni sokat utazunk, mert a gyerekeink különböző lakóhelyére is szoktunk utazni, mert ők is szoktak jönni. Pont ezt akarom kérdezni, hogy azt Zsuzsi említetted, hogy eladtátok az ingatlanokat, de azt is, hogy a gyerekek meg nem akartak költözni, és ők ott maradtak. Ezt hogyan oldottátok meg végül? Nekünk karintis családunk van, én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk. Négyen vannak ők összesen. A fiúk, ők Magyarországon élnek, illetve a kisebbiknek már van egy csemetéje is. A lányok, ugyebár Jana, ő a legkisebb, ő már tudta azt körülbelül 16 éves korában, hogy ő mit szeretne tanulni, és hogy mindezért vagy Hollandiáig, vagy Szingapúrig, vagy az államokba kellene menni, és akkor kiegyezzünk Hollandiában. Tehát mindenképpen az ő terve az volt, hogy ő 18 éves korában elmegy Hollandiába, azóta is ott tanul, él, és azért mondtam, hogy különösen érdekelt a japán podcast, mert hogy tervei szerint fél éven belül a párjával elköltöznek Japánba. A nagyobbik lányom, ő pedig jelenleg Valenciában él. Tehát hatan, négy felé, három felé vagyunk. Négy, igen. Igen. Hol vannak a nagy családi összejövetelek, ünneplések? Hát vannak, mert azért erre figyelünk. Tehát a karácsonyokat azt mindig együtt töltjük. Legalább egy-két napot. Tehát volt Magyarországon már, volt Hollandiában már, most lesz szintén Magyarországon, ahol így mindannyian együtt vagyunk. És az a nagyon érdekes egyébként, hogy a bátyám fogalmazta ezt meg, hogy tök jó, hogy mi elköltöztünk Portugáliába, mert azóta sokkal többször találkozunk, és sokkal többet vagyunk együtt, mint azelőtt, amikor 20 kilométerre laktunk egymástól.
most már ott laktok, milyennek látjátok, hogy az első benyomás az volt, hogy fú, itt nagyon szuper lesz, de azért most már évek óta ott vagytok, továbbra is ez az érzés, hogy hú, de szuper, Zsuzsi, te mondtad, hogy nagyon jól érzed magad. Én, bocsánat, mondhatom, Pepe, aztán te jössz, ígérem. Igen, tehát én alapvetően jól érzem itt magam, nagyon tök jó a környezet, teljesen nyugis. Felmerült az, hogy menjünk nyaralni, jó, de hova és minek? Tehát mikor itt az óceán elképesztő, meg a környezetünk. És lettek már itt barátaink, és vannak itt már magyar barátaink, de nekem nagyon nehéz volt, és azt hiszem, hogy ez a része volt a legnehezebb, hogy elég sok kapcsolatunk azért föllazult, és elég sok kapcsolatunk felszámolódott. Azzal által, hogy mi elkerültünk Magyarországról, kikerültünk abból a közegből, ez ilyen nagyon gyorsan elfelejtöttünk, hogy nem is. Nem lehetett így távolról, mert rengeteg eszköz van már, hogy az ember így, csak a kapcsolatot, az kevés volt? Nem kevés volt, csak valahogy nincsen rá figyelem, idő, még nekünk több volt, vagy nekünk lett volna rá több időnk, meg végül is akkor még csak Magyarországra volt így kapcsolatunk, kötődésünk. De akik otthon vannak, nekik meg nyilván van sokszor más dolguk, nem vagyunk ott a fejükbe, kiesünk a ritmusból, és ettől az egész így felhígult. Pepe? Valaki megkérdezte tőlem nem olyan régen, hogy mit változtatnék meg Portugáliában. És ugye elkezdtem agyalni, és persze kapásból jött egy csomó dolog, hogy ez sem, meg az sem, de aztán nagyon hamar megjött az is, hogy de nem, akkor nem lenne Portugália, tehát akkor nem lennének ilyenek. És hogy nem válogatunk, ezt így csomagban adják, és végül azért abban maradtam magammal, hogyha összeszednék jobban a kutyások a kutyájuk után a kutyagumit, akkor ennek tudnék örülni, mert ebben egy kicsit nagyvonalúak, hogy jó van az ott. Tisztelt a kivételnek, mert hogy ebben is nem egységes az országunk, egy csomó mindenben. Közben meg elképesztő jó dolgokat mutatnak társadalmi összefogásba, politikai józanságba, felelősségvállalásba a dolgokért, tehát sokkal jobban kiállnak egymásért, nem tűrik el a politikai hülyeségeket. És ugye ez egy ugyanakkor ország, mint Magyarország. Területre, lakosságra körülbelül ugyanaz. Nagyon nem vagyunk messze egymástól gazdasági mutatókkal, nagy emberekben. Ismerős nekünk ez a közeg, vagy ez a fejlettségi szint. De hogy ők másként állnak hozzá. Teljesen másként állnak dolgokhoz. Nem nyavajognak, nem keseregnek, előre néznek, keresik a lehetőségeket, megoldásokat néznek. Úgyhogy nekem jobb, mint vártam, és ott lakni is jobb, mint vártam. Tehát az, hogy úgy lehozunk egy áprilistől novemberig tartó időszakot, hogy nagyjából rajtam csak strandpapucs van, már így cipő nem nagyon. Tehát egy strandpapucsba kihúzok egy ilyen szezont, és az teljesen elég, és közben nem kell bekapcsolnunk a légkondicionálót, mert nincs. Illetve van, csak ilyen nagy kéknek hívják, és ott hullámzik. Mert éjszaka 18-19 fok van, nagyon jókat tudunk aludni, a páratartalom állandóan ilyen 85-90% között van, kellemes. A hőmérséklet nem megy 25-26 fölé, mert az óceán leszabályozza. Lehet, hogy tőlünk 10 km 40 fok van, de nálunk nagyon kellemes idő van. Ha az ember kijön a napernyő alól, akkor érzi, hogy meleg van, ha visszamegy, lehet, hogy pulóvert kell venni az árnyékba, mert fúj a szél, és egy nap megélhetjük a 4 évszakot is. De hogy az egész ettől érdekes, meg változatos, és egyelőre én még nem untam meg, sőt, én beleszerettem egy néhány olyan környékbeli helybe, ahol nagyon-nagyon jól tudom érezni magam. Oké, de azt azért tegyük hozzá, hogy amikor kerestünk, hogy hol lakjunk, akkor szempont volt, hogy kellemes hőmérséklet legyen, napsütés, óceán, stb. És én azért én életemben nem fáztam még annyit télen, mint Portugáliában. Igen, hát te 24 fokra vagy beállítva, és azt mert... nagyon nehéz az egy darab kandallóval előállítani folyamatosan. Mert hogy ők ugye úgy építik a házakat, hogy a meleg az kint legyen, és ne bent, és nincs hőszigetelés, nincsenek fűtőtestek,
Úgyhogy valóban, amikor lemegy télen ilyen 10-12 fokra a hőmérséklet, akkor bent is 14-15 van, ami nem kellemes így üldögélni, és olyankor fűtjük a kandallót, aminek én nagyon szeretem a hangulatát, uh-huh. és így oldjuk meg. Tehát ez megint alkalmazkodás. Más. Alkalmazkodás, uh-huh. igen. Otthon megszoktuk, ez hogy egy évig nem kell vele foglalkozni, a termosztát be van állítva, és nem vagyunk otthon, akkor lemegy, de hétvégén nem. Tehát ezek egy kényelmi dolgok, hogy itt meg kell menni fájér, és akkor megvesszük, betároljuk, fölhordjuk, elfűtjük, aztán megint tanuljuk. Aztán jön a tavasz. Ruzsi, főzöl? Ó, igen. Nagyon szeretek. Változott valamiben a főzési, étkezési szokásotok, hogy ott éltek mediterrán országban? Igen, abszolút. És ez megint egy ilyen nagyképű mondás volt. Itt volt nálunk az unokahúgom, és elmentünk vacsorázni, és hogy mit tegyünk. És hát mondom, nem tudom én, mert annyira unom a garnélát. Szóval, hogy no, ez nagyképű, de hogy itt ez mindennapos, persze. És főzöm, és én azt vettem észre, hogy szerintem sokkal egészségesebben főzöm, mert halakat, zöldségeket, és mert itt nem is nagyon lehet kapni például azt a típusú, tudom én, kolbászt, amit otthon mi megszoktunk. Meg egyszerűen így eszünkbe se jut, vagy eszembe, illetve teljesen más ízük van az otthoni ételeknek az itteni alapanyagokból főzve, és akkor ezzel már nem kísérletezem, vagy pedig nem lehet hozzávalókat kapni. Például itt húsleveshez fehérrépát nem kapok, teljesen más, úgyhogy inkább átálltam rá. Meg szeretem ezeket tanulmányozni, megnézni, elolvasom, utána járok, megesszük, megkóstoljuk, utána ezt itthon próbálom megcsinálni, úgyhogy igen. Másban is változtatok? Tehát érzitek, hogy másképp csináltok dolgokat, mint itthon? Igen, például sokkal többet gyaloglunk, sokkal többet sétálunk. Az autót azt akkor használjuk, hogyha bemegyünk Lisszabonba, vagy pedig elmegyünk bevásárolni. De hogy egyébként nem. Tehát mindenhova gyalog megyünk, kiskutyákkal rengeteget sétálunk, minden nap szerintem minimum 3-4 órát szoktunk sétálni, hétvégente pedig még többet. Úgyhogy ez mindenképpen változott. Én érzem, hogy lassabb, türelmesebb, nyugodtabb vagyok. Az elején idegesített az, hogy mennék vásárolni, és akkor az előttem álló, az ott nyugodtan elbeszélget a középpénztárossal. Mert hogy van valami közös témájuk, és akkor barátságosan elbeszélgetnek. És rajtam kívül senki nem ideges, és mindenki nyugodtan megvárja. És volt olyan, hogy elmentünk a gyógyszertárban, szépen kiszolgáltak minket, és aztán utána a gyógyszertárs kérdezte, hogy honnan vagyunk, hogy kerültünk ide, és mi is elkezdtünk beszélgetni, hogy jaj, de jó, hát tele magyarok, és a többi. Pár percek óta, és közben mögöttünk állnak az emberek, hogy is céduláikkal, hogy ugye ők következnének, és senki nem dühöng, és senki nem őrjön, hogy ne szórakozzanak, mert nekünk volt kínos, mikor a hölgy elkezdte felajánlani azért a kis cicákat, az újszülött kis cicákat, hogy nem akarunk egy új alomból vinni magunknak cicát, és hosszú percekig adta el nekünk a kis macskákat, és nem zavarta, hogy ott állna sorba az emberek, és ez így benne van. És maguk között is egy csomószor így leállnak, és az elején ez piszkos úgy üvített, hogy ez milyen ügyfélszemlélet. És már nem. Tehát most már hozzá vagyok szokva, oké, be van kalkulálva, ez így jó, de közben meg élvezem, hogy az emberek így kapcsolódnak egymáshoz. És tényleg van egy ilyen lassulás, de én azt szoktam mostanában mondani, hogy Portugália ez egy nagy szanatórium. Tehát ott az emberek és a vendégeink is, hogy jönnek, sokkal többet alszanak, mint itthon. Azt veszük észre, hogy a programokra délután mindig valami alvás be kell iktatni, és nem azért, mert sziaszt a kultúr, mert nincs. Ők nem is tartják magukat ugye mediterrán népnek, hanem ők atlantinak tartják magukat, és nem tartják ezeket a sziaszt meg ilyen dolgokat. De mégis kell, többet alszunk, pihentebbek vagyunk, nyugodtabb, lassabb, ilyen szanatóriumos, anélkül, hogy leszedálnának minket, és anélkül, hogy én kellemetlenül éreznénk magunkat benne. Mikor mondjátok, hogy magyarok vagytok, akkor mi a reakció? Tudják hova tenni? Ismerik az országot? Van bármi sztereotípiájuk így a magyarokról? Nem találkoztunk ilyennel. Volt olyan, hogy parkolóba
nézték a rendszámot, hogy ez honnan van, és akkor mondom, hogy honnan van, és akkor mondta ott az úriember, hogy ó, de fantasztikus, jaj, de jó, és hogy a migránsokkal végre, végre valaki jól bánik, és kell az a kerítés, és lövessünk közéjük, és végre mi aztán tökösek vagyunk, és nem állok le vele nyilván vitatkozni, pont rossz helyen mondta ezt a történetet, de van ez az oldal is. És van, aki meg azt se tudja, hogy mi ez, meg hogy. De nekik mindegy, nekik mi külföldiek vagyunk. Kicsit van, aki haragszik a külföldiekre, mert miattunk fölmennek az ingatlanárak, és a portugál fiatalok így nehezebben tudnak lakáshoz jutni, és ez tényleg így is van, és ezzel kell valamit kezdeni. Van, akit idegesít az, hogy a külföldieket összekötik azzal, hogy este még hangosan sétálnak az utcán, pedig ők tényleg szeretnek csöndet tartani. De szerintem Brazíliában is előfordul, hogy hangosak este az utcán, és itt is csinálják, de nincsen ebből gond, tehát nagyon toleránsak. Hogyha tényleg zavarja őket, akkor szólnak határozottan, de nincsen hiszti meg balhéj ezekből. Ők befogadó ország, tehát nekik ugye gyarmataik voltak, ők hozzá vannak szokva, hogy külföldről jönnek be, és jönnek vissza, és segítséget kérnek, és ők adnak is. Ha valaki azon gondolkodik, hogy Portugáliába szeretne települni, meg tudjátok-e satszolni, hogy mennyi pénzzel érdemes elindulni, milyen árakra számíthatott az ember? Zsuzsi, te főzöl, jársz is haza viszonylag gyakran, összetudhatszólítani az ilyen alapélelmiszer árakat? Én azt látom, hogy körülbelül ugyanannyi, vagy pedig olcsóbb. Nyilván jó néhány dolog, nyilván olyan az olajbogyó itt olcsóbb, mert itt terem a fán, tehát, de hogyha a kenyér, tej, felvágott sajtokat megnézem, akkor én azt gondolom, hogy olcsóbb, vagy hasonló. És ez függ az euró árfolyamtól is nagyban otthon. Lakásárak én azt gondolom, hogy drágábbak, az albérlet árak pedig, hát szerintem azok is, illetve nagyon alacsonyak a bérek, illetve ahhoz, hogy itt valaki munkát vállaljon, és nem vállalkozó, ahhoz pedig tudni kell portugálul, mert bár szinte mindenki beszél angolul, ettől függetlenül a munkahelyeken alap a portugál. Azért az ingatlanokkal kapcsolatban én külön véleményt nyújtanék be, mert mi tényleg egy olyan helyen lakunk most, ahol nagyon magasak az ingatlan árak, és ezek emelkedtek is sokat a Covid alatt, mert Lisszabonból ki akartak jönni az emberek egy tágasabb, nem tudom, élhető területre. Illetve amiatt is drága, mert ahogy Zsuzsi mondta, nagyon sok a szörfös. Azért az egy vallás, majdnem. Figyelj ki, reggel 7:30 szembe jön veled az utcán, télen, félmeztelenül, a hón alatt egy deszkával, és tiszta víz, és látszik, hogy ő már egy órát kint volt az óceánon. Tehát ehhez kell egy elhivatottság. És akkor ezek ide eljönnek, mert ez az egyik legjobb szörfös hely Európában. És emiatt fölverik az Airbnb árakat, meg az albérlet árakat, meg az ingatlan árakat, de tőlünk 5 kilométerre, mert ugyanaz a helyzet, mint Magyarországon, hogy pici pénzből megveheted a páras oldalt. Tehát igen, hol drága. Nagyon könnyen lehet olcsó ingatlant is, jó ingatlant kapni, akár óceáni kilátással, meg saját földdel. Lehet, hogy nem lesz jó állapotban, meg messzebb lesz a várostól, de kevés pénzből is ezt meg lehet teremteni. A jó helyekért meg itt is fizetni kell, de hogy nem ilyen őrületes ingatlan árakról beszélünk. Budapest belvárosa ingatlan szempontból e fölött van. Tehát minél beljebb megyünk a szárazföld irányába, annál kedvezőbbek az ingatlan ára. Szoktatok fürdeni az óceánban? Szoktatok, az így egy rendszerességet feltételezi így a kérdést, és azt tudom mondani, hogy minden évben, de még ebben az évben én még nem voltam benne. Zsuzsi, te idén fürödtél? Tavaly itt voltak a barátnőim, és ők rávettek, illetve idén is itt volt barátnőm, és ő fürdött az óceánban, és idén nem tudott rávenni, hogy fürödjek az óceánban. Nekem hideg. 19 fok, amikor a legmelegebb. Biztos meg lehet szokni, de addig még nem voltunk benne, hogy meg tudjuk szokni. Ámulattal nézzük azt, hogy télen, amikor ilyen 14-16 fok, és kisüt a nap, és körülbelül, mint nálunk a szecskába, a meleg vízbe, ott heverésznek benne a sekély részeken, és pancsolnak.
és el nem tudom képzelni, hogy mi van. És ezt is kérdeztük a portugáloktól, és azt mondták, hogy hát nekünk ez van, tehát így nőttünk föl, hozzá vagyunk szokva, ez a víz, az ilyen, hát ha akarunk benne pancsolni, akkor ilyenbe tudunk pancsolni. Tehát ott nincs, itt nincs minden, vagy tehát Portugáliában nincs minden sarkon egy termálfürdő. Sokan vannak benne. Egyébként elképesztő volt, pont a barátnőmmel néztük, hogy hatalmas hullámok voltak aznap hétvégén, és idős, fiatal, koncentrálnak a hullámokra, és mint a vidám parkba, de tényleg, tehát futnak, hintáznak a hullámokon, elképesztő volt, elképesztő jelenbenlevés, elképesztő vidámság, de nekem nagyon tetszett, csak nekem hideg. Szándékotokban áll megtanulni a nyelvet? Ó, tanuljuk már egy ideje. Másfél éve járunk iskolába, és tanuljuk a nyelvet, és most egy kicsit megtorpantunk a felszólító módnál, de ez állítólag nagyon fontos lesz. És hát az a nagy handicapünk, hogy mi beszélünk magyarul is, tehát nem vagyunk rákényszerítve, hogy portugálul beszéljünk, és nem vagyunk ezért emiatt ilyen szövegkörnyezetben, tehát nehéz nekünk gyakorolni. Tehát egyébként azért nehéz gyakorolni, mert ez nehéz nyelv. És hogyha én nagyon jól el tudom mondani azt, amit akarok, mert összetudom rakni azért rendesen a mondandómat, ha nagyon jól sikerül, akkor azonnal válaszolnak portugálul, amit én nem értek meg. És akkor ott van vége, és akkor ott kell eláruljam, hogy ja, egyébként én csak nagyon kicsit beszélek, és akkor picit lassabban, vagy valami, és akkor átváltanak angolra, mert látják, hogy egyszerű. Vagy az első mondatomból kiszúrják, hogy ügyes, ügyes, de ez külföldi, és már rögtön angolul válaszolnak. Igen. Úgyhogy nagyon kevés gyakorlási lehetőségünk van a vendéglátóhelyeken kívül. Mit tanácsoltok annak, aki arra felé venné az irányt, és fontolgatja, hogy Portugáliába költözik, mi az, amire mindenképpen figyeljen oda, jó, ha tudja, tisztában van vele? Készüljön föl arra, hogy megváltozik a világról alkotott képe. Én azt gondolom, hogy azt fogja látni, hogy teljesen más dolgok is vannak a világon, és azok is tudnak jók lenni. Csak mondok egy példát, eddig azt hiszem négyszer tettük meg az utat autóval valamelyik irányba, tehát kétszer oda-vissza. Háromszor talán. Mindegy, az egyik alkalom, amikor mentünk visszafelé, átléptük a határt Franciaországból, Olaszországba, Torino felett, lejöttünk az Alpokból, ilyen kora délután, a Zsuzsi vezetett éppen, mondta, hogy na Zsuzsi, akkor balvára veszük az Alpokat, jó, akkor itt ismerjük az autópályát, akkor elmegyünk Milánó mellett, Verona mellett, utána Velence, utána Triest, a határ, azt utána már csak Szlovénia van, és otthon vagyunk. És éjfél előtt otthon voltunk. És teljesen megváltozott nekünk a képünk Európáról, ennek a dimenzióiról. Tehát most már tudjuk, hogy mi az, hogy át kellene a Pireneusokon, hogy néz ki a Dél-Francia táj, hogy néz ki Baszkföld, ezek hogy vannak egymáshoz képest közel-távol, és sokkal kisebb hely lett nekünk Európa, mióta mi keresztül kasul megyünk benne. És egyébként mindenhol vannak nagyon szép dolgok, meg nagyon élhető helyek, tehát ha valakinek van kis kalandvágya, akkor majdnem mindegy, hogy hová megy. Teljesen mindegy, hogy hová, mindenütt fog nagyon klassz dolgokat, szépséget, érdekességet találni. Portugália elképesztő gazdag ebben. Ugye vannak ezek a UNESCO világörökség listák, nem is tudom, hogy milyen hosszú az itteni UNESCO világörökséges helyeknek a száma. Tehát gyakorlatilag majdnem minden falura vagy városra jut valami, ami elképesztő. 12. századi kolostor, meg vár, meg zarándokhely, meg templom. Tehát ők nem háborúztak. Itt megvan a régi is, az új is. Valahogy az idő másként telik itt. És aki szeret más dolgokat kipróbálni, megnézni, az biztos, hogy élvezni fogja Portugáliát. Utaztok az országot, tehát így fedezgetitek fel? Igen. Inkább kisebb távolságra, azért már voltunk fönt Porto, Braga környékén, ott is töltöttünk valamennyi időt, azt is megnéztük aztán, hát amikor Spanyolországba megyünk, vagy haza, akkor azért átutazunk egy-egy nagyobb területen. Ahova sokan mennek, ott még nem voltunk, tehát Algarve-ban lent, az ő Balatonjuknál, ahol állítólag meleg a víz, és mindig süt a nap, és ott minden van, főleg holland, meg német nyugdíjasok, meg angolok. Az valahogy nem vonz minket, oda még nem jutottunk le, pedig hát az is egy két óra gyönyörű. Utazás, onnan, ahol ott vagyunk, és gyönyörű, szép.
Szépen lassan felfedezgetjük, de csomó olyan kis kincs van, amit úgy akár közelünkben is így megtalálunk. Akár egy sétahely, kutyusokkal egy kis tó, egy szurdok, kis falu, nagyon érdekes dolgokat lehet találni. Soha nem merült fel bennetek, hogy vissza csinálni mindent, és haza költözni? Bár ahogy meséltek, az nem a válasz, de azért felteszem a kérdést. Ez bennem is, meg időnként én föl szoktam tenni ezt a kérdést Pepének is, magamnak is együtt, hogy mindig vannak ilyen checkpointok, hogy okék vagyunk-e még itt, jól vagyunk-e még itt, szeretnénk-e visszamenni, és a válasz az egyelőre nem. Egyelőre. Tehát akkor nincs kizárva, hogy majd egyszer csak elég lesz, és visszajöttök, vagy más országban? Hát figyelj, én 10 évvel, 15 évvel ezelőtt el nem tudtam képzelni azt, hogy Eriszére ülök a kanapén. Tehát bármi lehet. Mi azt mondjuk, hogy van egy olyan szabadságunk, hogy eldönthetjük, hogy hol lakunk. És addig lakunk itt, ameddig jól érezzük magunkat, és aztán oda megyünk, ahol majd legközelebb jól akarjuk érezni magunkat. És ezt megtehetjük, és igazából, amit feladtunk ezért, az a múzeum igazgatói állás és a takarítói állás, mert hogy ugye a Dunakeszi Nagyház, hogyha megmaradt volna, és várjuk vissza a gyerekeket, akkor gyakorlatilag ott az ő erekéiket tisztogatjuk, és csiholjuk az egész házat, és egy nagy üres házban lakunk sokáig, és ezt nem akartuk. Tehát azt gondoltuk, hogy most már szóljon egy kicsit másként rólunk, mert ez... Nyilván nem azt jelenti, hogy eddig nem így szólt rólunk. És hát a gyerekeinknek is megvan a maguk útja. Hát én se költöztem vissza a szüleimhez, amikor eljöttem Budapestre Egerből. Ugyanaz a folyamat, csak egy másik dimenziója ennek, hogy mindenki éli a maga életét, ottól akarja, ottól tudja. Nem tudjuk, meddig maradunk itt, egyelőre szeretjük. Igen, és ami hiányzik, ami nekem tényleg hiányzik, azok a gyerekek. De mivel... Jana is külföldön él, tehát mindenkinek repülni kell mindenképpen ahhoz, hogy együtt legyünk. Tehát innentől kezdve meg tényleg mindegy, hogy hol van a családi asztal, amit körbe lehet ülni. És azért egy dolog, ez egy megfigyelésünk, hogy bármelyikünk, amikor Portugáliából valamilyen munka vagy egyéb okból jött vissza Magyarországra, a utazás előtti napokban egyre ingerlékenyebbé vált, egyre feszültebbé, egyre nyűgösebbé, egyre ezzel. És mindig megfejtettük, hogy nem akarok hazamenni. Tehát nem, most kell, de nem akarok, és semmilyen módon nem várom. És persze nagyon könnyű a budapesti érkezés kapcsán, akár a járaton, az idő, a kiszolgálás, a bármi, találni valamit, amire az ember ugye ezt a felgyűlemet, frusztrációt rá tudja önteni, mert számtalan lehetőséget találja el erre a város, ami az övé, de hogy tényleg érezzük azt, hogy jobban szeretünk ott lenni, mint Budapesten vagy Magyarországon. Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.